Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, hogy építed egyházadat, és gyülekezetünknek is Júlia személyében hűséges lelkipásztort adtál. Áld meg őt szent lelkeddel, és add ajkára az evangéliumot. Adj neki megértő szívet és bölcsességet a gyülekezeti szolgálathoz. Áld meg a gyülekezetet, hogy pásztorában a te követedet megbecsülje, és róla imádságában meg ne feledkezzék. Urunk, te légy mindnyájunk pásztora. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egybe gyülekeztünk Isten szent házában, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Platnitzkiné Hammersberg Ganstuk Júlia testvérünket, akit a Pesterzsébeti gyülekezet másodlelkészévé választott. Hallgassuk meg azt a levélbeli szent igét, amelyet olvashattunk már ennek az ünnepi alkalomnak a meghívóján, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében, a 8. rész 38. és 39. versében a következőképpen. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az Úr áldja meg ezt az igét mindannyiunk szívén. Amen. Szeretett testvéreim, hadd forduljak az iktatásra kerülő lelkész testvér felé, kedves Júlia. Ezúton is hadd gratuláljak sokunk nevében ahhoz a bizalomhoz, amely megnyilvánult feléd a gyülekezet részéről, és a Pesterzsébeti gyülekezet megválasztott téged másodlelkésznek. Amikor kézhez kapva a meghívót, először az egyik oldalát megnéztem, ahol az információk vannak. Mindjárt a második sorban ott volt ez a szó. Ezen és ezen a napon, ekkor és ekkor, itt és itt beiktatjuk hivatalába Júliát, a gyülekezet megválasztott lelkészét. Aztán megfordítottam a meghívót, és elolvastam az igét, amit azután beszéltünk telefonon, és kiderült, hogy a te szívedhez is nagyon közel áll, és számomra is egy nagyon fontos, meghatározó ige. És egyszer csak a szemem elé ötlött egy szó. Hát itt is ott a választás. Csak hogy egy egész más töltettel, egész más előjellel, más előtaggal. Pál ugyanis a választás szót az elválasztás értelemben használja itt. Elválasztásról beszél. Arról, hogy ez a világ tel is tele van olyan dolgokkal, amelyek köztünk, emberek közt, a közösségeinkben, az életünkben, a családunkban, és talán az élet minden területén valahol affelé hatnak, affelé taszítanak, hogy elválasszanak. Elválasszanak egymástól összetartozó dolgokat. Eszembe jut Tóth Árpád egyik számomra nagyon kedves verse, a lélektől lélekig, biztos sokan kívülről is tudnák itt idézni. A költő ott áll az ablak előtt, kitekint rajta, fölnéz az égre, látja a csillagokat, és beszédbe elegyedik velük.
És az egyik csillagot így szólítja meg. Ó, csillag, mit sírsz? Mert te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb? Vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Igen, gyakran tapasztaljuk, hogy Tóth Árpád szavait kölcsönözve, köztünk a roppant jeges űr lakik. És talán ezt érezzük, mi ketten, de talán sokan, akik ezt az igét örömmel és a szívet melengető üzenetként hallják, hogy jaj, valamire nagyon szükségünk van. Valamire nagyon szükségünk van, ami ezt a roppant űrt szív és szív, lélek és lélek között eltünteti. Ami ezt a megosztottságot, ami ezt az elválasztást valahol le tudja győzni. Elválaszt. Talán sokszor az, hogy más és más generációhoz tartozunk. Nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nem úgy bánunk már a kütyüinkkel. Elválaszt a különböző neveltetésünk. Az, hogy honnan jövünk. Elválaszt az eltérő világlátás. A különbség a képzettség terén. Elválaszt a sajátos kegyességünk, a habitusunk, a beállítottságunk. Vagy egyszerűen elválasztanak a körülményeink, a lehetőségeink. Elválaszt férfit és nőt, időst és fiatalt, hívőt és nem hívőt, konzervatívot és liberális, jó módban élőt és szűkölködőt. És aztán ráébredünk. Ráébredünk, hogy mindaz, ami elválaszt, sokszor mennyire kicsinyes, mennyire lényegtelen, mennyire zsigeri emberi indulatok terméke. És fölsóhajtunk, csak volna orvosság. Ezekkel a dolgokkal szemben, ami orvosolja ezt az elválasztást, ami nemhogy szétszakít, hanem szakadékokat hidal át, töréseket forraszt egybe, szakadásokat köt össze. Talán éppen ezért is áll a szívünkhöz olyan közel ez az ige, Pál apostol vallomása. Mert noha ez a vallomás nagyon komolyan tudomásul veszi azt, hogy vannak elválasztó tényezők az életünkben, de azt is megállapítja, hogy ez az orvosság létezik. Hiszen elhozta nekünk valaki. Elhozta nekünk a mi Urunk. Aki vállalta értünk azt, hogy kitaszított legyen. Vállalta értünk azt, hogy a mennyek magasságából eljöjjön a mi földi életünkbe. Vállalta értünk a kereszt magányát. Az elutasítottságot, a dolgoktól való keserves megfosztottságot, amikor elvették ruháit, elvették a szabadságát, elvették az életét. Vállalta. Dietrich Bonhoeffer, aki hasonlóan megjárta a mélységeket, és akinek csodálatos énekét énekelni fogjuk ezen az istentiszteleten, mély elgondolkodtató énekét, maga is átélte a szeretteitől való elválasztottságot, a jogoktól való megfosztottságot, amikor a Gestapo börtönében 1944-ben így fogalmazott. Isten hagyja magát kirekeszteni a világból, a keresztre. Isten tehetetlen, gyenge a világban. És mégis éppen így van velünk, és segít minket. Ő nem minden hatósága, hanem erőtlensége, szenvedése révén segít nekünk. Igen, Bonhoeffer szavaiban is ott rejlik ez a drága felismerés, ami ebben a páli üzenetben megfogalmazódik.
A húsvét felől közelítő fölismerés, amely Krisztus szenvedéséhez és halálához már annak értelmét és célját is hozzákapcsolja. Hogy kereszt halála után az ő feltámadása, a halál feletti győzelme, embermentő szeretete, diadalmaskodott. Minden életrontó, pusztító erő felett. És így van ott ezek előtt, ebben az igében az a sem. Az a nyomatékos sem. Sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők. És történt mindez azért, hogy mi másként tudjunk hitünk világosságával tekinteni ezekre az elválást munkáló erőkre. A kötelékeket elszakító halálra, csak úgy, mint a kísértésekkel teli életre. A magukkal ragadó mélységekre, és a megszédítő magasságokra. Krisztus, aki nem egyszerűen elszenvedi, hanem tudatosan vállalja a szenvedés mélységét, azért teszi ezt, hogy ebben a fizikai és emberi mélységben a társunká legyen. És itt hadd tegyem hozzá, a meghívódnak első oldalán található információhoz, nem csak a pesterzsébetiek választottak meg téged. Jézus is téged választott. Téged választott, amikor érted, amikor hozzád is eljött. Téged választott, amikor legyőzte a roppant jeges úrt közted és önmaga között. Téged választott, hogy te is a társa legyél a harcban, az úton. Hogy rajtad keresztül is megszólaljon itt, a környező lakótelepek között, ebben a templomban, kórházi ágyak mellett, iskolákban. Hogy megszólaljon és legyen, jelen legyen közöttünk. Akinél minden magát elhagyottnak érző és minden szenvedő fogódzót találhat. Kedves Júlia, kedves megválasztott testvérem, Úrunk választotja. Nagyon Isten erőt és bölcsességet, hogy mindig éljen benned, és szolgálatod révén megszülessen emberekben a megtartó felismerés. Nem maradok magamra, hiszen számíthatok rá a megértő szolidaritására, biztató szavára, erőt, békességet teremtő lelkére, és igen, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.
Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát. Testvérek, most hallassuk meg Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról. Jézus bejárta a városokat és a falvakat, hirdette Isten országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Amikor pedig látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Akkor ezt mondta tanítványainak: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Pál apostol pedig ezt mondja: kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fedj, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Légy józan mindenben. Vállald a szenvedést. Végezd az evangélista munkáját. Végezd el szolgálatodat teljesen. Testvéreim az Úrban, hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Ezek után kérlek titeket, a Pesterzsébeti gyülekezet előjáróit, adjátok át nekem a gyülekezet nevében a lelkészi meghívó levelet annak bizonyságaként, hogy készek vagytok Latnickiné, Hammersberg, Ganstuk, Júlia testvérünket elfogadni a gyülekezet lelkészéül. Testvérem az Úrban, Latnickiné, Hammersberg, Ganstuk, Júlia, hallottad Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról. Most azért az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek. Elhatároztad-e, hogy vállalod a Pesterzsébeti gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végezed? Elhatároztad-e? Kész vagy elhatározásodat kézadással is megerősíteni? Kész vagy-e? Kész vagyok. Elkötelezésed jeléül ad jobb kezedet. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket erre a szent szolgálatra. Énekeljük el a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű éneket. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívén és szent buzgóságon, lelked isteni ereje, sok népet egy hitre vide, légy velünk Isten népeddel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Halleluja, halleluja. Imádkozzuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úr Jézus Krisztus, te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére. És te készített fel őket szolgálatra, szent lelket sokféle ajándékával. Irgalmatban bízva kérünk, szánd meg népedet, és hívd el Blatnickiné, Hammersberg, Ganstuk Júlia testvérünket egyházad építésére. Áraszt ki rá szent lelkedet, hogy másodlelkészi szolgálatában téged kövessen. Mindenkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjen, hogy a te néped eljusson a hitettségére te benned, aki az Atyával és a Szent Lélekkel élsz és uralkodol örökön, örökké. Amen. Testvérem, az Úrban, az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a pesterzsébeti gyülekezet választása, valamint elhatározásod és kézadásod alapján beiktatlak a pesterzsébeti evangélikus egyházközség másodlelkészi tisztébe az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom a pesterzsébeti gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus Krisztus népét. Ne kényszeredettem, hanem örömest. Ne haszonlesésből, hanem odaadóan. Ne uralkodj a rád bízottakom, hanem légy a gyülekezet példaképe. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyered az örök élet koronáját. A pesterzsébeti evangélikus gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom Blatnickiné, Hammersberg, Ganstuk Júlia másodlelkészt, mi testvérünket az Úrban. Tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház urától rendelt előjárótokként. Hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istene megőriztiteket fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, munkatársamat és testvéremet az Úrban. Az Úr áldjon meg, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Tarts meg engem, mert benned bízom. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 161. Zsoltár 11. verse. Isten áldja. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen. Mondja az Úr, bölcsét teszlek, rajta lesz a szemem, megtanítalak az Úrra, amelyen is járunk. Szóval konkrétan, azért, Uram Isten, nagy vagy te, senki sincs olyan, mint te, és rajta kívül nincsen Isten teljesen úgy, ahogy tőlünk hallottak. Akiket Isten lelke vezére, azok
Istennek szent és szeretett választottai, töltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerénységet és türelmet. A szeretet pedig egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazságot. Az Úr Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt termeljetek, és gyümölcsöt megadjatok. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szívek kérését. Ámen. Minden hallottak meg, követel. Elég nékedezünk egyáltalán, ezt mondja az Úr, mert az én erőm, erőtlenség által végeztetek el. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázzóvá tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdonképpen. Úrnak minden útja kegyelme és hűség. Tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden jobban szólnak. Erősíts meg Istenünk, amit cselekedtél értünk. És ne hagyd el népedet kezeid alkotását. Erősítsd meg Jézusunk, amit cselekedtél értünk. És tartsd meg, akiket megváltottál, éred árát. Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesíts híveidet békességben. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökön örökké.
Kedves mi Istenünk, mielőtt a szószékre mennék, hogy felolvassam az ige hirdetési alapigét, a meghitt pillanatok után egy játékra szeretném hívni a testvéreket. Nem muszáj benne részt venni, de lehet. Egy nagyon egyszerű feladatról volna szó, csak úgy frissítésképp arra szeretnék kérni mindenkit, aki vállalja ezt, hogy egy pillanatra az ökölbe szárt kezünket szorítsuk oda az arcunkhoz, jó? Csak egy pillanatra, majd elmondom, hogy miért, jó? Tehát 3-ig számolok, mondjuk ez olyan klasszikus felvezetés, és 3-ra az ökölbe szorított kezünket tegyük oda az arcunkhoz. Tehát figyelem, 1, 2, 3. Jó, és mintha pillanat ragasztóval oda lenne ragasztva az öklünk, tartsuk meg egy picit ezt, megnézhetjük a sajátunkat, egymásét is. Ugye én csak annyit mondtam, hogy tegyük az öklünket oda az arcunkhoz, az ökölbe zárt kezünket, bár mutattam is valamit. Egy kicsit más, ugye ki az, aki a verbalitásra támaszkodik, arra, amit mondunk és hallunk, ki pedig inkább a vizuális dolgokra, és a látványt követte esetleg, és az álla alá tette a kezét, pedig ez nem volt a szabály. Na, ez tényleg csak egy bemelegítés volt. Hoztam magammal ma egy ládát, egy amolyan kincses ládát. Kicsit viharvert, mert egy karácsonyi színdarabban debütált már nálunk ez a láda, és ezt most szeretném kinyitni, és hogyha tényleg egy picit bemelegedtünk a játékra, akkor most arra szeretnék mindenkit kérni, itt van velem szemben az óra, ami jelzi, ha túl hosszúra sikeredik egy prédikáció, és egy percet szeretnék mérni rajta, és azt kérem testvérek, hogy mindenki gondoljon arra, ami a legnagyobb kincs az ő életében. Egyetlen egy dolgot, ami a legnagyobb kincs, és akkor most indul is az óra. Tekintetekből azt látom, hogy fél perc is elég volt, és tudjuk, mennyire relatív az egy perc egy játékkal, mert egyszer kipróbáltuk itt egy családi istentiszteletet. És most azt szeretném kérni, hogy a normális beszéd hangunkon, ahogy beszélni szoktunk, és szintén 3-ra mindenki mondja ki ezt a kincset, ezzel mintegy berakjuk a ládába ezt a mi legnagyobb kincsünket. Jó? Tehát 3-ig számolok, és bátran egyszerre, nem kell kiabálnunk, normál hangunkon, jó? 1, 2, 3. Jó, én most köszönöm. Bezárom ezt a ládát ezzel a kincsel. Különböző kincsek hangzottak el. És azt szeretném kérni, hogy az istentisztelet végén, az igehirdetés végén majd nézzük meg, nézzünk rá arra a kincsre. Kivesszük-e a ládából és hazavisszük magunkkal, vagy itt hagyjuk inkább a láda fenekén. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, azt a szent igét, amelyet erre a mai napra választottam, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 44. verstől kezdődően a következőképpen. Ezt mondja az Úr Jézus. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Urunk, szentelj meg minket a Te igazságoddal. A Te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban.
most, hogy így az Isten tisztelet egy pontján elkezdtünk egy kicsit önmagunkra is figyelni, talán elkezdtünk egy kicsit egymásra is figyelni. Szeretnék válaszolni arra, aki nem mondott, de a tekintetekben jól látható kérdésre, hogy ez az egész itt az elején mire is volt jó. Ahhoz, testvérek, talán nem mondok újat, hogyha Isten országával kezdünk foglalkozni, akkor nem árt, hogyha figyelünk valóban a körülöttünk lévő dolgokra, de mindenképpen figyelünk a belül, saját magunkon belül zajló dolgokra is, és azzal sem mondok újat, biztos vagyok benne, hogy az önismeret és az Isten ismeret kéz a kézben jár. Ahhoz, hogy önmagunkat megismerjük, meg kell előbb ismernünk Istent, és hogy Istent képesek legyünk megismerni. Bizony tisztában kell lennünk önmagunkkal, tisztában kell lennünk az érzéseinkkel, a motivációinkkal. Persze azt egyáltalán nem kétlem, hogy különösebben méreható tanulmányozás nélkül is mindenkinek van valami véleménye, valami gondolata Istenről, a mi atyánkról. Ki azt gondolja róla, hogy egy felső, megfoghatatlan hatalom, ki energiaként próbálja valamiképp megnevezni, míg mások tagadni próbálják a létét, bár az ateizmus sem más, mint egy tökéletes, persze közvetett Isten bizonyíték. Gondolunk róla valamit, akár teljesen függetlenül attól is, amit ő kijelentett magáról, és gondolunk valamit magunkról is, legtöbbször annak fényében, hogy mások hogyan tekintenek, hogyan reagálnak ránk. És persze ahhoz is szükségünk van némi önismeretre, hogy eljussunk odáig, hogy akarjuk megismerni Istent, hogy szükségünk van rá. Ehhez valóban egy lehetséges út, amin át feltérképezzük az erősségeinket, ránézzünk a gyengeségeinkre, a korlátainkra is. És az első, legalábbis azt gondoljuk, kicsit, vagyis hát kevésbé szokott gondot okozni, ránézni mindarra, ami bennünket visz, ami lendít. Legtöbben szívesen támaszkodunk az erőnkre, a tudásunkra, a gazdagságunkra, testi és lelki értelemben egyaránt, és reménykedünk a lehetőségeinkben. Míg a gyengeségekkel és a sebezhetőséggel azért egészen más a helyzet. Valahogy úgy nevelődtünk, hogy ezeket jobb elfedni, jobb elrejteni, eltitkolni, hát ha nem derülnek ki, hát ha nem jönnek rá a többiek. Ugye, ismerős érzés ez is. Mindig van egy ideál, amit vagy magunk kreálunk, vagy otthonról hozott elvárásként ül a nyakunkon, vagy valamiképp a társadalom teszi elénk, vagy az egyházunk, a gyülekezetünk, és aminek igazából nem tudunk megfelelni, de azt érezzük, nem lenne jó, hogyha ez kiderülne. Mert akkor nem lennénk eléggé ilyenek, meg olyanok, mert bezzeg a másik biztosan olyan. De amíg ezekre koncentrálunk, amíg ezekbe feledkezzünk bele, addig az a veszély fenyeget, hogy elfeledkezzünk arról, hogy hogyan lát minket Isten. Miközben azt gondoljuk, hogy el kell érnünk bizonyos célokat, meg kell tennünk bizonyos úgymond jó dolgokat, ahhoz, hogy elfogadjon minket az Úr Jézus, elfogadjon minket a közösség, nem vesszük észre azt, hogy Istentől igazából nem a rossz dolgok választanak el minket, hanem sokkal inkább a jónak nevezett dolgok. A megfelelés, a tökéletesség. Egy családban a tökéletesen nevelt gyermek, a tökéletesen pallírozott tudás, a meggyőzés képessége, a siker, a teljesítmény, a pörgés, vagyis mindaz, aminek révén azt gondolom, hogy bebiztosíthatom az életemet, bebiztosíthatom önmagamat is. Nincs már miért aggódnom, elérem az elégedettséget. Senkit nem lep meg, ugye, hogyha azt mondom, hogy na ezek a dolgok azok, amik csak igazán aggódóvá tesznek bennünket. Jó példa erre a pénz. Bizonyos szint alatt nyilván elégedetlenné tesz, de tudjuk, hogy egy bizonyos szint fölött, és aztán elégedettséget hoz, de egy bizonyos szint fölött újra elégedetlenségre jutok. Tehát újra csak gondot jelent. A baj ezekkel a földi nagy jó dolgokkal, nevezzük ezeket akár kincseknek is, hogy végtelenül veszendőek. Jól megy a sport, akkor értékes vagyok. Ha sikeres vagyok a munkámban, akkor értékes vagyok. Ha okosabb vagy szebb vagyok a környezetemben élőknél, akkor értékes vagyok. Miközben az égvilágon semmiféle garancia sincs arra, hogy ezek a dolgok megmaradnak. Nem tudjuk garantálni önmagunk, a házastársunk, a gyermekeink épségét, a siker tartóságát. És hogyha éppen ezekhez kötjük az önbecsülésünket, a szívünket, akkor nagyon is tünékeny alapra építünk, ahogy Jobb könyvében olvassuk, mesztelenül jöttem erre a világra, és mesztelenül is kell távoznom innen. Van-e valami akkor, ami megmarad?
És hadd kössek ide még egy fontos vonatkozást. Van-e valami, ami tartósan, vagy örökre boldoggá tehet? Az igében felolvasott iker példázatban látunk egy földművest, aki kitartóan rúja a sorokat az ekéjével, egészen addig, amíg megakad valamiben és kifordítja a kincset. Lehetett ez könnyen egy agyagedény, amibe vagy ami mellé rejtette valaki azon a területen, Izrael és Mezopotámia határán gyakran dúló háborúk idején a kis vagyonkáját, annak reményében, hogy a béke beköszöntével majd visszamegy érte és megtalálja. Lehetséges ez is. Aztán láttuk, hogy ez egy küszködő, verejtékező napszámos, nem a saját földjén szánt, ez kiderül az igéből. Talán nincsenek is nagy álmai már, ismeri a csalódást, ismeri önmaga határait. Tudja, hogy mi nem lesz már belőle, de még igyekszik összegyűjteni azt a reális keveset, amire lehetősége van. És aztán egyszer csak Isten országának a kincsébe ütközik. A második példázat pedig a gyöngykereskedői. Itt kicsit szűkszavú a leírás, azt találjuk, hogy szép gyöngyöket keres, beletanult a szakmájába, képes különbséget tenni az értékes és még értékesebb gyöngyök között. Tudja azt jól, hogy minden gyöngy sokat ér, de vannak egészen különleges ritkaságok is. Testvérek, a hozzáértők mindig megnézik egy gyöngynek a lüszterét, vagyis a fény elnyelő és visszaverő képességét, ami arra utal, hogy milyen vastag a gyöngy rétegzettsége. Megnézik az átmérőjét, a tömegét, megnézik a vastagságát, a felület tisztaságát, egységességét és a színét is. Emberünkről pedig annyit tudunk még, hogy utazó, aki sok helyen megfordult már. Fontos a kitartó türelme és a jó szeme, hiszen hogyha előveszi észre az értékest, mint bárki más, akkor nagy vagyonra tehet szert. Ő a nagy felfedezésre vár, az igazira, a valódira. Figyeljünk csak most kicsit még a lényegre. Abban, hogy valaki megtalálja Isten országát, nincsen semmiféle emberi közreműködés. Ez teljesen Isten műve. Arra csak rábukkanni lehet, úgy, mint a szántóföldön a kincsre. Ezért is jó ez, az elrejtett kincs képe. Ennek az embernek nincsen előzetesen sem tudása, sem alkalma, sem képessége annak felfedezésére vagy birtoklására. A kincs gyakorlatilag, erős idézőjele, véletlenül kerül elé. És itt jön a két példázat közötti képváltás és a sorrendiség jelentősége is. Világossá teszi, hogy az, aki ismeri az igaz gyöngy értékét, úgy, mint a kereskedő, az nem resteli a fáradtságot és az időt a keresésre, hogy rátaláljon és birtokba vegye. A földműves még nem tudja azt, hogy milyen kincs fölött túrja ekéjével a földet. A kereskedő viszont már pontosan tudja, hogy milyen kincs van a gyöngypiacon. Ebben van a két példázat közötti különbség lényege, ami tényleg meghatározza a sorrendiséget, ami semmiképp fel nem cserélhető. Az érték ismerete nélkül nincsen keresés. A megtalálás öröme és a mindent odaadni tudás indulata az, ami viszont közös. Mindketten pontosan tudják, hogy nagyon is jó üzletet csináltak, nem pedig áldozatot hoztak. Testvérek, az Istennel való kapcsolat csak úgy lehet a miénk, hogyha készek vagyunk érte mindent odaadni. Nem áldozatként, mintha bármi részünk is lehetne Isten országának elnyerésében, vagy valahogy is megfeledkezhetnénk arról, hogy ez igazán más és jóval több, mint ami addig volt. Kicsit úgy, mint ahogy egy misszionárius mesélte, aki Dél-Amerikában egy indián fuvarozott rendszeresen a csónakjával. Köszönetképpen, kicsit fizetségképpen is egy kést ajándékozott az indián férfinak, aki fogta az előző nála lévő kést, és abban a pillanatban elhajította a folyóba. Nem volt rá többé szüksége. Ott volt egy éles, igazán jó és mindenre alkalmas kés. Ez a lényeg. Amikor testvérek meglátjuk a különbséget, akkor többi nem kérdés, hogy lemondjunk a régiről. Nem kérdés többé az, hogy a régi helyébe új kerüljön.
Pál pontosan erről beszél a Filippi levélben, azt mondja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Volt ebben a jól neveltség, a római polgárjog, a fiatalság lendülete, az a hitharcosság, amivel keresztényeket üldözött és ejtett fogságba, minden kár és szemét. Testvérek, aki kincset lel, az sürgősen tenni akar valamit, hogy megszerezze azt. A földműves és a kereskedő is azonnal eladta mindenét, hogy megvehesse a kincset. Nem fizetség ez hát, nem áldozat, hanem csere, váltás, életváltás és megváltás. Letesszük önigazságainkat, és letesszük a bűneinket, vagyis mindazt, ami Istentől elválaszt, az ő országától, hogy egészen megújuljon az életünk. Nem annyira áldozat ez, mint sokkal inkább önmagam felszabadítása az Istennel való kapcsolatra. Mi tesz hát boldoggá? Miért is tesszük ezt? Mi ez a váltás? Nagyon izgalmas dolog, egy kutatást indítottak el még 1938-ban, tehát 80 évvel ezelőtt. Megkérdeztek fiatalokat, hogy szerintük mi a boldogság. A megkérdezett fiatalok 80%-a azt mondta, hogy a gazdagság, második helyen pedig 50%-uk a hírnevet nevezte meg. Amikor pedig a Harvard kutatói ezt valóban élesítették, ezt a kutatást, akkor 724 embert kérdeztek meg. Ami igazán izgalmas, 80 év óta még most is tart, tehát ez a leghosszabb idejű kutatás ebben a témában, boldogságkutatásnak is hívják egyébként, és két csoporttal indították el. Az egyik csoport a Harvardon tanuló másodikos egyetemisták csoportja volt, jól szituáltak. Nagyon sokan közülük a második világháború kitörésekor szereztek diplomát, többen részt is vettek a háborúban. A másik csoport pedig Boston szegény negyedeiből került ki. Őket szándékosan hátrányos helyzetű családokból és nehéz körülmények közül válogatták. Bizony a házaikban még hideg, meleg víz sem volt. Az eredeti 724 szeméből 60-an még ma is élnek, persze már elmúltak jóval 90 évesek, és az interjúban most már a gyermekeiket is bekapcsolták. A kérdés az volt, hogy mi az, ami visszatekintve, mert ugye az ember sokszor utólag okos, előre nem látjuk, de mi az, ami igazán eljutatta őket odáig, hogy még életben legyenek, jól éljenek, boldogok legyenek és egészségesek legyenek, és mi történhetett azokkal, akik az idők során nyomorúságos sorsra jutottak, vagy talán már nincsenek is életben. Az alanyok pedig valóban időközben felnőttek, gyári munkások, ügyvédek, kőművesek, orvosok lettek belőlük, egyikük az Egyesült Államok elnöke lett, de voltak, akik alkoholisták lettek, és voltak, akik a skizofréniával kellett, hogy megküzdjenek. Volt hát, aki feltornázta magát a szociális létre legaljáról a legtetejéig, és volt, aki pontosan ennek az ellentétét járta be. Na hát két évente ők megkapnak mai napig is egy kérdéssort, amire válaszolniuk kell, ezen kívül orvosi vizsgálaton vesznek részt, vért vesznek tőlük, koponyaröntgen csinálnak, és ugye az egész környezet tanulmány révén is megpróbálják feltérképezni azt, és ez szerintem nekünk is izgalmas lehet, hogy a világban zajlik egy kísérlet arra, hogy mi az, ami igazán elvezet a boldogsághoz, mit mond ez nekünk keresztényeként, és milyen válaszunk van nekünk keresztényeként egy ilyen kutatás eredményeire. No hát mi volt a tanulság, testvérek, kitalálja valaki, hogy mi lehet a tanulsága ennek? Mi az, ami tartóssá teszi az életet, az egészséget, és mi az, ami boldogságot hoz? Ezt gyorsan végig is futtathatjuk magunkban. Kiderült, hogy nem a gazdagság, kiderült, hogy nem a hírnév, kiderült, hogy nem az egyre keményebb munka, hanem az egyértelműen kikristályosodott a 80 év alatt, hogy a jó kapcsolat, és a jó kapcsolatok azok, amik megőrzik a boldogságunkat és az egészségünket. És akkor most gyorsan hozzáteszem, hogy ez egy tényleg nagyon hosszú vizsgálat, tényleg egy emberöltőt megnéz, de valahol vége van. Mi pedig a válaszokat azt gondolom, hogy onnantól is keressük, azon túl jóval. Amikor a földi életnek itt vége van, és befejeződik a most már negyedik generációt futtató kérdező biztosoknak a sorsa. Hát igen, a jelenleg is élő idősek egészségét, visszatekintve 50 éves korukra, nem a koleszterin szint határozta meg, hanem azt, hogy volt-e biztonságot, melegséget adó, szeretetteli kapcsolatuk.
Azt gondolom, mi is tudnánk olyan példát mondani személyes ismeretségi körünkből, ahol a jó kapcsolatban lévők, és nem egyszerűen, mert nem arról volt szó, hogy milyen mennyiségű emberi kapcsolat volt ez, hanem milyen minőségű és milyen mélységű kapcsolat. És szerintem tudnánk olyanokat mondani, akik nem egyszerűen emberi, de Istennel olyan mély kapcsolatban vannak, hogy még a fájdalmat is jóval könnyebben viselik. Míg azok, akik magányosak és elszigeteltségben élnek, a kisebb fájdalmat is mélyebben élik meg. Könnyebben lesznek depressziósok, kilátástalanná válik az életük, és jóval, nagyon-nagyon sokkal hamarabb halnak meg. Valóban mi tovább élünk, mi tovább nézünk, mi olyan kapcsolatot keresünk, ami túlmegy a földi élet határain. És ha azt nézzük, hogy miért is volt ilyen önfeledten boldog ez a szántóvető, és miért volt ilyen önfeledten boldog ez a kereskedő is, kapcsolatot találtak mindketten. Méghozzá nem földi, nem evilági kapcsolatot, hanem az ige nagyon egyértelműen beszél arról, hogy az Isten országa volt az, amit őt megtaláltak. Az Úr Jézus ezért mondja el. Igazából ez a példa. Egyetlen egy kapcsolat van, ami mindvégig és mindörökre megmarad, és ez az a kapcsolat, ami a meghívói igén volt, és amit Esperes úrtól is hallottunk ma. Semmi nem akadályozhatja ezt. Ez az egyetlen, ami nem veszendő, ami nem múlik el, ami nem fog az idő, nem fog semmilyen változás, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle emberi dolog, sem hatalmak, földiek és mennyeiek sem, mert a végtelenbe fut. Ha cseréről beszélünk, akkor erre a cserére kell gondolnunk, mert ami még fontosabb, a második példázatban figyeljünk csak jól, Krisztus nem a gyöngy, amiért nekünk mindent föl kellene áldoznunk, hanem ő az, aki mindent odaadott, értünk. Vagyis gondolhatunk arra is akár, hogy a kereskedő maga az Úr Jézus, aki mindent, de tényleg mindent feláldozott azért, hogy megváltson bennünket. Cserét csinált ő is. Megváltson bennünket a halálból és az ördög hatalmából. Testvérek, egészen biztos, hogy megfáradt és kényszeredett lesz a keresztény életünk, a templomba járásunk, az adakozásunk, a szolgálatunk is, hogyha az nem a megtalált kincs öröméből fakad. Az önmagában bízó emberközpontú kegyességünk előbb-utóbb süketté válik az Isten szavára, nem tud nyitott maradni az ő számára, nem tudunk nyitottá maradni a kapcsolatra. Ez a szürkülés. Már nem halljuk meg, amit az igénát mondani akar, már csak a saját hangunkat halljuk, és hisszük azt, hogy Isten szól azon át. Míg hogyha engedem, hogy az életem lassan Isten szolgálatában égjen el, akkor ebben a mindent felülmúló kapcsolatban megteszek dolgokat csak azért, hogy neki kedves legyek, mert szeretem, mert kapcsolatom van vele, és más dolgokat nem teszek meg éppen ugyan ezért. Lehet, hogy mások megengedhetik maguknak, én már nem akarom megengedni magamnak. Nekem Isten szabja meg az ő akaratát. És jelentheti ez akár persze a szegénység tudatos vállalását, a világi gondolkodással szemben a szentséget, de jelenti az egész Istennel és Istenért leért éretet is. Testvéreim, annak, aki elfogadja az Úr Jézus érte adott váltságát, váltság halálát, annak többé nem kell bizonyítania azt, hogy ő értékes ember. Mert nem attól vagyunk értékesek, hogy jó a teljesítményünk, vagy képesek vagyunk mások fölé kerekedni, vagy sok a pénzünk, műveltek vagyunk, nem is a szorgalmunkért, vagy bármiféle erényünkért. Testvéreim, soha nem ettől lesz értékes egy ember. A mi értékünk abban van, hogy az emberélet Isten odaadta az életét értünk. Nem kell ennél nagyobb bizonyíték. Az emberi élet az Úr Jézus életével lett egyenértékű. Ha ezek után pedig még mindig van valami, ami miatt értékesnek hisszük magunkat, akkor érdemes átgondolni, mi is az, mert egészen biztos, hogy csak ideig való, és el fog veszni. De aki azért tudja magát értékesnek, mert az Úr Jézusé, az mennyei kincset talált. Elveszíthetetlen, elidegeníthetetlen mennyei kincset, mert az Atya kezéből senki és semmi ki nem ragadhat minket. Megkérdezem hát most végül, hogyha kinyitom ezt a ládát, mindenkinek lesz, aki hazaviszi a kincset? Mindenki hazaviszi azt a kincset, amit előre belerakott?
Van, aki bólogat, van, aki olyan kincset rakott bele, ami megállta a próbát, Isten igényének, mérlegének próbáját, és hazaviszi azt a kincset. De hiszem és remélem, hogy van itt olyan valaki is, vagy vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy itt hagyják ezt a kincset ebben a ládában, és egy másik kincsre váltanak, cserélnek, és azt viszik haza. Isten országának örömét, az Istennel való kapcsolat evangéliumát. Amen. Imádkozzunk. Ordas Lajos szavaival imádkozunk. Uram, egyszerű és szemléletes példázatodnak az értelme nagyon világos. Isten országában élni nagyobb boldogság minden örömnél, amelyet a Föld adhat. Ha arra a sorsra gondolok, amely ezt a tanításodat az egyház történelme folyamán érte, félreértések sorozata van előttem. Néhány téves értelmezése. Ha valaki Isten országában akar élni, annak el kell dobnia magától vagyonát, meg kell szakítani a társadalmi kapcsolatait, az emberi közösségből ki kell vonnia magát, el kell hallgattatnia ajkát, sőt még a mosolyt is meg kell tagadnia magától. Úgy hitték, ez az az ár, amelyet a mennyek országáért fizetni kell. Uram, állítsd elénk világosan, a mennyek országa Istené. Kegyelmével, meg nem érdemelt szeretetével nekem adja annak teljes gazdagságát. Ha Isten országa valóban a szívem drága kincse, akkor oda szabad adnom értem mindent. Nem úgy, hogy elhajítok magamtól mindent, hanem oda kínálom minden képességemet Istennek, amiképpen a gyöngykereskedő mindenét odaadta az igaz gyöngyért. Álljon Isten szolgálatában a mosolyom, szavam, kezem ereje, emberekkel való érintkezésem, minden képességem, anyagi javam, minden Istené legyen, hiszen az ő országában élek. Amen. Kedves testvérek, szeretnénk egy olyan éneket énekelni, mivel összefoglalnánk a mai igehirdetésnek, az esperes igehirdetésnek, az iktatási igehirdetésnek az igei alapját a római levélből, és azt szeretnénk a Júliának énekelni, és én picit háttal leszek neked, de nem azért, csak hogy ők lássanak. Szava igaz, ő nem marad el. Mélységekben vagy fenn az égen, szeretetét adja mellé. Áldást készített nézd, mindenedet kezében tartja, vezetett örömbe viharba, tengereken emelt atyai karja, ma is az ő I'm
Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked az életért, amire azért hívtál el bennünket, hogy kapcsolatba lépj velünk. Hálát adunk azért, mert kiválasztottál mindannyiunkat, egyen-egyenként. Mert fontosak vagyunk neked, fontosabbak, mint amennyire mi egymásnak, vagy saját magunknak is igazán fontosak lenni tudunk, amennyire becsülni tudjuk azt az életet, amit te adtál nekünk. Hálát adunk azért, mert elhívsz bennünket, és közösségben hívsz el. Vigyázzon rá, hogy ne maradjon senki sem magára ezen a világon. Gyülekezeteket ébresztesz, gyülekezeteket hívsz össze, és tartasz meg évszázadokon, évezredeken át. Megtartod így egyházadat is, mint a te drága testedet. Kimondhatatlan csoda, hogy te így beszélsz rólunk, Urunk. Olyan közösséget válaszd velünk, ami elképzelhetetlen a mi számunkra. És amikor néha megérzünk valamit ebből a csodás jelenlétből, hogy itt vagy velünk, mert összegyűltünk a te nevedben, és mert hívtuk segítségül a te szent lelkedet, és mert imádságban megnyitjuk a szívünket feléd, te eljössz, és itt vagy, és megengeded, hogy egy pillanatra benézzünk abba az örök országba, aminek már azt mondod, most a polgárai vagyunk. Olyan jogokkal ruházol fel bennünket, Urunk, amit mi sem megérdemelni, sem megszerezni nem tudunk. Hálásak vagyunk szeretetedért, azért, mert mellénk állsz. Imádkozunk is betegeinkért, akik a közösségből ezért maradnak távol, és imádkoznak most. Légy velük, Urunk, te tudod, hogy kire mit mérsz. A te kezedben van a gyógyulás is, az élet és a halál is. Urunk, de jó, hogy a nehézségeket is velünk hordozod. De imádkozunk az örülőkért is, akik most talán azért távol vannak, mert családdal vannak, mert ünnepelnek. És ígéretük szerint szívükben velünk vannak most is. És eléd viszem, Istenem, ezt a közösséget most itt a templomban, akik itt vagyunk. És hálát adunk azért, mert még mindig szól a te igéd, még mindig hirdettetik az evangélium, és mi még mindig lehetőséget kapunk arra minden új nappal, hogy a tiéd legyünk. Hogy megváltod a mi életünket, és ez valódi váltást hoz. Ami régi, arra nem tekintünk többé, és ami előttünk van, annak nekifutunk bátran, mert a te ölelő karjaid várnak bennünket. Istenem, így imádkozom most az erzsébeti gyülekezetért is. Nagy dolog, hogy megtartod ezt a közösséget, nagy dolog, hogy családias közösség ez, és nagy dolog, nem érdemelt, nagy dolog, hogy itt lehetünk, és itt szolgálhatunk, és hogy elfogadtak bennünket. Uram, áldalak téged most és mindörökké. Amen. Mindezek után Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
ünneplő gyülekezet az iktatási istentisztelethez kapcsolódóan rend szerint egy nagyon rövid ünnepi közgyűlést tartanánk. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet gyülekezetünk jegyzője Budai Zsuzsanna vezet, és a jegyzőkönyv hitelesítésére másodfegyvergyünket, Drenyuszki Pétert és gondnokunkat, Janecskón és Urányi Hajnalkát kérem majd meg. A gyűlés jegyzőkönyvének első és hivatalos bejegyzése mindenképpen az lesz, hogy hogy a mai napon Blatnickiné Hammersberg Ganstuk Júlia lelkészasszony másodlelkészi beiktatása megtörtént a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben. Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves megjelent testvért korábbi gyülekezetekből, szomszédos kerületekből a meghívók alapján, de sokan vannak olyanok is, akik jelezték, hogy nem fognak tudni részt venni ezen a mai ünnepi alkalmon. Az ő nevüket és köszöntéseiket szeretném röviden felsorolni. Majdnem mindegyikük írt is néhány kedves gondolatot és egy igei jó kívánságot a kimentéséhez, de ezek közül mégis hármat szeretnék kiemelni és elolvasni az üzeneteiket. Kondor Péter, a déli egyházkerület püspöke, vidéki szolgálata miatt nem tud részt venni a mai istentiszteltünkön, de szeretettel gondol ide, és el is olvasnám a néhány sort, amit ez alkalomból küldött. Kedves Júlia, nagy örömömre szolgál, hogy a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség másodlelkészének választott. Hálásan köszönöm a meghívást iktatási istentiszteletedre, de vidéki szolgálatom miatt sajnos nem tudok veletek lenni. Az alábbi igeverssel kérem Isten gazdag áldását további szolgálatodra és lelkészi életedre, és az első korintusi levélből idézett egy igeverset: legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való. Erős vár a mi Istenünk, testvéri köszöntéssel, Kondor Péter püspök. A következő köszöntés hasonlóképpen a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalából érkezett Szemerei János püspök úr küldte. Tisztelt lelkészasszony, kedves testvérem, köszönettel vettem a beiktatásodra szóló meghívót. Sajnos az istentiszteleten személyesen nem tudok részt venni, de imádságban gondolok rád, családodra és az ünneplő gyülekezetre. Szolgálatodra és életedre Isten gazdag áldását kérem, és a következő igével köszöntelek. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A harmadik idézendő köszöntés pedig Radosné Lengyel Annától érkezett, a déli evangélikus egyházkerület leköszönő felügyelő asszonyától. Tisztelt lelkészlő, kedves Júlia, örömmel olvasom, hogy a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség másodlelkészének választotta. Sajnos betegségem miatt nem tudok részt venni ünnepélyes beiktatásán. Isten gazdag áldása kísérje életét és szolgálatát. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Erős vár a mi Istenünk, testvéri köszöntéssel, Radosné Lengyel Anna. Ezeket a köszöntéseket tolmácsolnánk Júliának, illetve a gyülekezetnek. A továbbiakban pedig tényleg felsorolnám, akik kimentésüket kérték, és ezzel együtt köszöntésüket küldték, úgy, mint Szeverényi János országos missziói lelkész, dr. Szentpéteri Péter és dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzorai, Vető István, cinkotai lelkész,
Balogh Eszter, Dabas Gyóni lelkész, Varga Tamás, Rába Szent Andrásról, Horváth Anikó és Horváth Zoltán Olivér Szarvasról, Kende László Kissomjóról, dr. Magyar Kúti Gyuláné Tóth Katalin Budapest Vasori gyülekezetből, Budai Zsolt Bényéről, Menyes Gyula és Menyesné Uram Zsuzsa Pannonhalmáról, Nagyné Szeker Éva Rákoskeresztúrról, Veres István Kővágóösről, Balogh Éva és Németh Zoltán a gyülekezeti és missziói osztályról, Őri Katalin hittantanára Sopronból, Pintérné Nagy Erzsébet gyülekezetünk volt lelkészasszonya, és Mezei József a Lázár Vilmos általános iskolai igazgatója. Ők tehát távolról küldték köszöntésüket, de egy-két élőszóban elhangzó köszöntést is szeretnénk megtenni, és ehhez lelkészi oldalról elsőként Blatnicki Jánost kérném, aki a család és lelkész oldaláról is köszönti Júliát. Szeretett Pest Erzsébeti gyülekezet, kedves Júlia, az a megtisztelő nem felkérés, hanem erőszak történt rajtam, hogy én köszöntselek a család nevében. Szó szerint kell érteni, mert úgy fogtak körül, hogy nem lehetett kitérni előle. Amivel köszönteni szeretnélek, az egy ige, ami előtt azonban egy gondolatot szeretnék megfogalmazni. Mindannyian a család valamennyi tagja, beleértve a te családodat is, meg a Blatnicki és a Győri családot, valamennyi családtag jó dolog után vágyódik. És én azt hiszem, hogy te is jó dolog után vágyódsz. És egész eddigi életed, meg talán a következő is, arról fog szólni, hogy a jó dolgot keresed. És én egyetlen mondatot hozok erre az igyekezetre, reménységre, várakozásra és minden egyébre, amit én is úgy kaptam annak idején a beiktatásom igéjeként. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. És azt hiszem, hogy ez mindenre elég. Neked is, ahogy nekünk is, mindannyiunknak mindenre elég. Isten áldjon meg. Következő köszöntést a megyei felügyelő úrtól kérnénk, Krizsán Zoltán felügyelő úrtól. Kedves Júlia, egy igével szeretnélek köszönteni. Örüljetek az Úrban mindenkor. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek a Pesti Egyházmegye nevében, és kívánom neked, hogy hirdesd Isten igéjét, pásztorold a rád bízott gyülekezetet, Jóisten adjon ehhez neked hitet, szeretetet és erőt. Isten áldjon szolgálatodban. Köszönjük szépen. Én a lelkész testvérek között próbáltam körbejárni az alkalom előtt, és információt gyűjteni, hogy szeretne valaki még köszöntést tenni. Lehet, hogy nem mindenkihez értem el, de ennek most akkor ilyen adhok jelleggel itt helye lehetne. Ha erre nincs további vállalkozó, akkor viszem tovább én a szót. Igen, ez mindig úgy történik, ugye, hogy a Schusternek nincsen rendes cipője,
és a gyülekezet lelkész az, aki elfelejt szólni, hogy majd én is szeretnék egy-két szót szólni. De ugye milyen jó, hogy én vagyok a gyülekezet lelkész, mert bármikor közbe szólhatok, és akkor elmondhatom, hogy most pedig én fogok akkor szólni. Igazság szerint szeretnénk a magam és a mi családunk nevében köszönteni, a gyerekek nevében. És mi tudjuk, hogy mi minden út van mögötted, mögöttünk, és hogy mennyire vágytál arra, és tényleg ez egy Isten szerinti vágy volt, hogy egy gyülekezetben helyeden lévő beiktatott lelkész legyél, és ezt az éneket is az ifjúsággal így írtuk meg, vagy így raktuk össze, hogy ez egy kicsit erről szóljon, arról az ígéről, ami a te bizonyságtételed volt, hogy nincs semmi, tehát az Isten szeretetétől semmi nem választ el, és a minden szétomlik körülöttünk, ez akkor is ott van, és ez akkor is megerősít bennünket. Úgyhogy, ha egy pillanatot vársz, akkor szeretnénk köszönteni téged egy aprósággal. Jó, hát nem annyira nehéz. Ismeretet kérjük, és azt reméljük, hogy ez majd sokat fog segíteni a szolgálatodban, és óvatosan. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ha nincs további köszöntő, akkor én a gyülekezet részéről zárnám a sort, és szeretnénk megköszönni az eddigi szolgálatodat is, de mivel most bizonyos értelemben ez szolgált elején állunk, ezért bizakodva nézünk a jövő irányába a Pest Erzsébet és a Soroksári gyülekezet nevében is, és Isten áldását kérjük a szolgálatodra és a közös munkánkra. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtisztelte a mai ünnepségünket, köszönjük szépen Esperes úr szolgálatát is, és záró gondolatokra hadd adjam át Júliának a szót. Szeretnék én is köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött ma, és tényleg ebben az egyszer esős, egyszer napsütős időben is ide áldozta az idejét, szívét, szeretetét, közelről és távolról is. Gyülekezeteinkből régi testvéreket látok itt Csestvéről, Szügyből, Patvarcról, testvéreket, Pilisről, testvéreket. Nagyon hálás vagyok, hogy megőriznek bennünket szeretetükben, mi is így teszünk, és hálás vagyok az erzsébeti testvérek gondoskodásáért. Én itt a háttérből olyan sürgölődést hallottam már hetek óta, és azt láttam, hogy kedvesen, szívesen készülnek erre a közös ünnepünkre, mert remélem, és erre készültem, hogy alapvetően ez nem rólam szól, hanem a gyülekezetről. És hálás vagyok Istennek. Annyira különös az ő kegyelme, az ő humora is, és játékossága is. 1974-ben születtem, és Brebovszkiné Pintér Márta testvérünk tudja jól, mert kolléganőm Grendor Balogh Melinda iktatásán is hangzott, hogy ez volt az első év, amikor az evangélikus egyházban női lelkészt is szenteltek. Olyan távolról búvó patakként ért el hozzám Isten üzenete, mert nagyon régről a családunk oszlopos evangélikus család volt, de én erről nagyon sokáig nem tudtam. 20 éves koromig, kb. 20 éves koromig szinte semmit sem. Bár Rafai püspök mellett egyik dédapám felügyelő volt, de erről igazán nem sok szó esett közöttünk, és el kellett mennem a teológiára. Isten elhívott és odáig vezetett református környezetből, úgyhogy nagyon nagy szeretettel nézek a református testvérekre is, akik eljöttek többen is, hiszen az én lelki bölcsőm az valójában a Sárospataki Református Gimnázium volt, ahol Isten hitre hívott engem, és megszólított, és mégis úgy rendezte, hogy nekem az evangélikus teológiára kellett mennem, mert ő tudta, amiről én nem tudtam, hogy a családunk oly régóta oda tartozott, és Fabinyi Tibor drága professzorunk volt az, aki elmesélte ezt a történetet. Isten történeteket ír, nem csak velem, ezt azért mondtam el, ha csak velem nem mertem volna, de mert mindannyiunkkal is történetet ír. Nézzük végig az életünket, találunk olyan pontokat, amikor Isten megkeres és megszólít minket.
Azt már csak úgy mellékesen mondom, ezt viccesen szoktuk emlegetni, hogy ráadásul úgy adta, hogy reformáció napján születtem, tehát el ne menjek az evangélikus egyházba még véletlenül se, bár szívem szeretete nagyon erősen köt a református testvérekhez. Isten kegyelmes, vezeti az útunkat, és nem azért, mert mely felekezethez tartozunk, nyilván ez számomra is inkább csak tényleg Istennek a jelzése és humora, hanem mert az Úr Jézus mindannyiunkat hív, mindannyiunkkal kapcsolatba akar lenni, és ez a mai nap is, hadd legyen ennek a közös öröm ünnepe, az Úr Jézus kegyelmének ünnepe. És néhány aprósággal hadd köszönjem meg én is, egy csokor virággal, legyen szabad ennyire személyesnek lennem az anyukámnak, aki most is eljött, és bárhol laktunk az országban, azért elég jól belaktuk Magyarország szép vidékeit a szolgálatunk során, és mindig hűségesen jött és segített. Elég volt egy telefon, és ő ugrott minden nehézség ellenére, és így történt ez most is. És tudom, anyu, hogy nagyon sokat imádkozol értünk, és hogy nagyon szeretsz minket. Köszönöm szépen. Aztán szeretnék köszönetet mondani drága elődeinknek is, Manyikának, aki vállalta, hogy részt vesz itt az iktatáson, és köszönöm, hogy ilyen gyönyörű szolgálatot vehetek át tőled, és nagyon sok tanulnivalóm van, azt látom, és olyan szépen, olyan gyönyörű szépen gondoztad a gyülekezetet, a gyerekeket, fiatalokat és mindenkit. Köszönöm szépen. Jósor álljon meg ebben a szolgálatban. Köszönöm, kérlek, fogad el ezt a csokrot, és János bácsi. Hálásak vagyunk azért, hogy mindazért, amit Manyikának is rád is ugyanígy, és sőt, köszönjük, hogy óvó szereteteddel. Hogy belehaladszik a mikrofonba, hogy már mindenki azt hiszi, hogy alkoholista vagyok. János bácsi, de ez köszönjük. Egészséges. És köszönjük, és a prédikációt, hogy... és különösen is a számot, amit azt hiszem, Janusz írt. Igen, a teljes megdöbbenés, igen, majd még ő is következik. Szóval köszönjük őrző szereteteteket is. Szeretnék köszönetet mondani apósomnak is, aki, ahogy hallom, nagy kényszerekre, de mégis köszöntést mondott. De nagyon-nagyon köszönöm, hogy nem csak a köszöntést, hanem a sok imádságot, a szeretetet, az odafigyelést, amivel tetszik kísérni Jánost is, és engem is. Köszönöm. Én is mondhatnám, hogy ugyanazt, amit a sógorom mondott. Köszönjük szépen. Igazság szerint, tisztsége szerint főképp Esperes úrunkkal kellett volna, hogy kezdjem, de azt gondoltam, hogy így a közepén ez a csúcspont, és hadd köszönjem meg Esperes úr az iktatás szolgálatát, az Úr áldjon téged is. Köszönjük minden szereteted és segítségedet is. Felügyelő úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon-nagyon köszönöm támogató szeretetedet az évek során, amit megtapasztalhattunk. Cinkotai gyülekezettel együtt köszöntünk téged. És nem utolsó sorban, de János, hát ha már te is, akkor de mindenképpen szerettem volna megköszönni. Azt nem tudtam, hogy te írtad ezt az éneket, de így akkor kettősen is nagyon köszönöm, hogy vezetsz engem is a gyülekezettel együtt, és hogy a másodlelkészed lehetek. Lányos zavaromban kivártam, amíg föláll és ide fárad a mikrofonhoz, felügyelőrünk. Péter, az Úr áldjon, és köszönjük szépen az imádságos szeretetet, amit családoddal együtt tapasztalunk tőletek, és hogy ilyen aktívan ott vagytok a gyülekezet életében. Az Úr áldjon benneteket. Köszönjük szépen a figyelmességeteket, és akkor ezen a ponton berekeztjük az ünnepi közgyűlésünket,
és minden kedves jelenlévőt nagyon sok szeretettel várunk egy kis szeretett vendégségre lent a gyülekezeti teremben. Köszönjük mindazoknak a gyülekezeti tagoknak, akik segítettek ennek az előkészítésében, és ott még lesz lehetőség egy kis beszélgetésre, vagy akár négy szemközti köszöntésre is. Erős vár a mi Istenünk!